Az idei nyárra már január-február környékén elkezdték lefoglalni a szervezett utazásokat a nyaralni vágyók. A főszezon megközelítőleg másfél hét múlva kezdődik, a kedvenc nyaralóhelyek és a célországok népszerűsége pedig továbbra is változatlan. Magyaroknak a legtöbbsége azért az iskola befejezés után indul, és általában olyan augusztus 20-ára igyekeznek visszaérkezni, tehát ugye ez a dömping időszak, ugye ez a főszezon időszak, és nyilván azért vannak, akik előtte is utazgatnak, és vannak, akik utána is fognak utazgatni, és azt is látjuk, hogy ebben az évben is hasonlóan a tavalyi évben, vagy a tavalyi évhez hasonlóan a foglalások nagy része Görögországba, Törökországba vonatkozik a repülős utak esetében, illetve feljövőben van Egyiptom és Tunézia, és az egyéni közlekedésben még mindig Horvátország viszi a prímet. Költségesebb lehet a korábban kifizetett külföldi nyaralás abban az esetben, ha a forint tovább gyengül a devizapiacon. Az utazási irodáknak ugyanis lehetőségük van arra, hogy a 8%-ot meghaladó árfolyamváltozást áthárítsák az utasokra, a belföldön nyaralók a hosszú hétvégék miatt pedig a szálláshely hiányra készülhetnek, tette hozzá az irodavezető. Belföldi utaknál ugye ebben az évben ugye tudjuk nagyon jól, hogy ugye 9 hosszú hétvégét írunk, ebből már egy jó pár eltelt, és el lehetett mondani, hogy a 3 és 4 csillagos szállodák kitehették a megtelt táblát, és innentől kezdve ugye várjuk még az augusztus 20-a következő hosszú hétvégét, ami szerintem hasonlóan lesz, és ugye még az őszi hónapokban vannak hosszú hétvégék, szerintem ugyanez lesz a jellemző a belföldi utazásokra is. Bicsérdi Rita elmondta, a legkedveltebb hazai üdülőhely évek óta a Balaton és környéke, ez a tendencia pedig idén is változatlan marad.